Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsora. Történelmi csúcsot ért el a GKI konjunktúra indexe júliusban, több mint 5 milliárd a Diós vár felújítására megújul a Lila Füredi kisvasút. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont rádió híreit hallják 2017. augusztus 1-én, kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Júliusban történelmi csúcsot ért el a GKI konjunktúra indexe. Az uniós támogatással végzett vizsgálat szerint az ipari és építőipari várakozások is történelmi magaslatra jutottak. Az iparban jobb lett a termelés és a rendelés állomány megítélése. Az építőiparban júniushoz képest a magas és a mély építő cégek várakozásai egyaránt kedvezőbbek voltak. A részletekről dr. Karsai Gábort a GKI vezérigazgató helyettesét hallják most. Amióta végzünk ilyen felméréseket, ez több mint húsz év, azóta még soha nem volt ilyen kedvező összességében a várakozás. Ezen belül az üzleti szektor várakozása még soha nem volt ilyen kedvező, és az üzleti szférán belül az ipar és az építőipar az, ami ugyancsak történelmi csúcson van. Két ágazat van, a kereskedelem és a szolgáltatások, illetve a fogyasztók amelyeknek a várakozása nincs pillanatnyilag történelmi csúcsol, mind a három olyan, amiben júliusban egy pici romlás történt. Első öt hónapban az ipari termelés az egy olyan 5,7%-kal növekedett. Az építőiparban pedig különösen látványos a fordulat, hiszen tavaly körülbelül 20%-os visszaesés volt, idén pedig majdnem 27%-os növekedés volt az első öt hónapban. A szolgáltató cégek optimizmusa pár hónappal ezelőtt érte el a történelmi csúcsot, ahhoz képest van egy kis korrekció, de azért itt továbbra is egy egyértelmű pozitív kilátásokról számolnak be ezek a cégek. A kereskedelem esetében az látható, hogy körülbelül három és fél éve egy viszonylag szűk sávban ingadozik a bizalmi az értéke. Most is a sávnak inkább a felső részén, de azért nem a felső határán van. Itt tehát tulajdonképpen egy jó ideje viszonylag optimisták a kereskedelmi cégek, de nem kirobbanóan optimisták, és hát valóban az elmúlt években a kiskereskedelmi forgalom azért eléggé gyors ütemben növekedett. 2014-15-ben 5-6 százalékkal nőtt, és mi idén is körülbelül egy 4%-os növekedésre számítunk. Három évre elosztva 5 milliárd 50 millió forintot ítélt meg a kormány, a magyar közlönyben megjelent határozat szerint a Diósgyőri Vár komplex fejlesztésének a folytatására. A program keretében megújul a belső és a külső vár, továbbá rendezik a vár környezetét, illetve a közlekedési kapcsolatait is. Tavaly 400 millió forint támogatást adott a kormány erre a célra. Az idei és a jövő évi keret 2-2 milliárd forint. Az utolsó, 2019-es évben 1 milliárd 50 millió forintot irányzott elő a kormány a vár felújítására. A felújított Diósgyőri várban mindig sok a látogató, vannak akik csoportokkal érkeznek, mások a családdal jönnek kikapcsolódni. Mindez persze a vendéglátóknál is érzékelhető. Pető Tamás Csaba, a Várbazár és Café alkalmazottja a minap.hu érdeklődésére úgy nyilatkozott, nyáron mindig sok a vendég, a felújítás óta pedig a program is több, ezek pedig számos további látogatót vonzanak. Ilyenkor jönnek igazán sokan, hétköznap a turista csoportok jellemzőek, a hétvégén azonban miskolciak is sokan jönnek el, mondta. Megújul a lilafüredi kisvasút. A lilafüredi kisvasút is kap a kisvasutak turisztikai célú fejlesztésére jóváhagyott 10 milliárd forintból. A forrást a pályák megújítására, járműkorszerűsítésre, köztük prototípus kialakítására, illetve a kisvasúti vonalhosszabbítás tervezésére lehet fordítani. Az első ütemben 2017-2018 ban újulhat meg a Lilafüredi állami erdei vasút is, melynek a kormány döntése értelmében megtervezik a pálya rekonstrukcióját. Ezt követően legkorábban 2018 végén határoznak a kivitelezési munkák ütemezéséről. Ezzel a döntéssel sikerült megteremteni annak az alapját, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is működjenek erdei kisvasutak Magyarországon, és ezeken biztonsággal közlekedhessenek a családok, gyermekek, nyugdíjasok, nyilatkozta Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Egy hete írt róla a bom.hu, hogy a város emblematikus helyén az egykori mesecukrázda épületében talált otthonra a Kettplazma Magyarország hatodik központja. Az épület már évek óta rossz állapotban volt, hol kínai üzlet, hol söröző üzemelt egy-egy részében, de már a belülről teljesen megújult, és várják a vérplazma donorokat. A hírhez kapcsolódva egy másik, három évvel ezelőtti is előkerült. Az akkor már jó ideje rossz állapotban lévő épületről 2014 nyarán lekerült a meset cukorezna felirat, mégpedig a kukába. Néhány fiatal meglátta, nem hagyta annyiban, megmentették a neonból készült, mondhatjuk műemléket, ezzel elkerülhették annak megsemmisülését. A feliratot az Északkeleti átjáró egyesület tagjai egyikük telkére szállították. Balogatilla, az egyesület egyik tagja elmondta, továbbra is megvan, mégpedig ugyanott, mint mondta, nemrégiben megkerestek minket Budapestről, mert nyíltott egy neon reklám magánmúzeum, kérdezték, nem adjuk-e oda nekik, nemet mondtunk, azt szeretnénk, ha miskolcon maradna jegyzi meg. Az egyesület egyébként mindig is fontosnak tartotta a Neon mentést és a régi miskolci tárgyak valamilyen módon való megőrzését. Balogati Attilától a bomb megtudta, nem mindig járnak sikerrel. A múltkoriban szerették volna visszaszerezni a hajdani gömbös játékbolt gömbjét Budapestről, ám az őrzője elhunyt, így úgy tűnik nyoma veszett az emléknek. Még magyar népdalt is énekelt a hongkongi fiúkórus. Az avasi református templom adott otthont, ugyanis péntek este a Vajan énekkar koncertjének tagjai egy hongkongi jezsuita gimnázium 40-12-16 éves tanulója. Eredetileg a hongkongi a Vajankórus, de most pozsonyból érkeztek egy versenyről, ahonnan a rendezvény nagy díját, két aranydiplomát és zongora kísérőjük külön díját hozták el. Magyarországon jártak már, mégpedig 2013-ban a Nyíregyházi Kantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválon. Miskolcra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium énekkarának vezetője, Herpainé Velkei Klára hívta meg őket, hogy megörvendeztethessék a megyeszékhely lakóit is. A távol keleti fiúkórus saját népük dalai mellett európai kórus műveket is énekelt, angolul, franciául, finnül és latinul, Magyarországon pedig magyar népdollar is előrukkoltak. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.